jeszeni kegységet bemutató videónkban szó esett a szlovák paradicsomról. Erről készítettünk most egy rövid összefoglalót. Középegységben található, a határtól nincs túl messze, akár egynapos út is tervezhető. Egyébként 8 szurdokot van lehetőség bejárni, ezek különböző nehézségűek, de mindegyik egyirányú. A túraútvonalak közül az egyik legnépszerűbb a Hernád áttörés, ami az előbb felsoroltak közül egy szurdokat érint, és a Tamásfalvi kilátónak nevezett sziklaszirtet, ami 150 méter magas és a szlovák paradicsom legszebb kilátóhelye. A legtöbb túrát két kiindulópontból elérhetjük. A túrautak rendkívül látványosak és kalandosak, láncokkal, vaslétrákkal, sziklafalakba rögzített lépésekkel, kapaszkodókkal, doronglétrákkal vannak biztosítva, sokszor szűk sziklaréseken vagy éppen patakmederben lépkedve haladhatunk. A szurdokokban felfelé irányba lehet haladni. Figyelést igényelnek. A nehezebb, esetleg létrás szakaszok előtt lassabb a haladás, és a hely népszerűsége miatt kialakulhat tömeg, számoljunk várakozási idővel, és vízálló cipőben menjünk. Szlovák paradicsom vízesésekkel, technikai segédeszközökkel tarkított szurdok túrákban bővelkedik, aki szereti az ilyen terepeket, ezt a helyet imádni fogja.